Maga az elnevezés az Leonardo da Vinci nevére utal. Ez az eszköz, ez a jelenleg a világon legelterjedtebb sebészeti eszköz, amit hasi, mellkasi, illetve kismedencei beavatkozások során használnak. A kormány biztosította az EU-s forrást ehhez, és mind a szakma is, ugye, ami már azért fölkészült volt, mert ugye a minimálinvazív, hagyományos laparoszkópos sebészetben már azért több évtizedes tapasztalatai voltak, mind az itt, mind a többi intézetben dolgozó kollégáknak. 2021. februárjában indult ez a projekt, és az Országos Onkológiai Intézet konzorciumban pályáztunk erre a projektre. Az első pillanatban már látható volt, hogy nagyon jó volt az együttműködés a két intézmény között, és minden olyan problémát, amely időközben ebben a projektben felmerült, azt azonnal meg tudtuk oldani, és azóta is nagyon-nagyon jó a két kórház közötti együttműködés. A robotsebészet bevezetése nálunk itt az intézetben pontosabbá tette a többi műtétünket is egy picit. Nagyon érdekes, hogy hiszen azáltal, hogy az ember megszokja ezt a nagyon precíz, nagyon finom munkát, ezt utána visszavisszük már a többi műtéti típusba is. Sokkal kisebb a műtéti károkozása a beteg szervezetében, tehát sokkal kevesebb épszervet vagy épszövetet károsítunk egy ilyen műtét során, sokkal célzottabban tudjuk csak a betegséget kivenni és az összes épszövetet, erek, idegek megkímélni. Ezáltal a páciens életminősége jobb lesz a műtét után, rövid és hosszú távon is, és ez a legnagyobb erőny. A forradalmi változás jelenleg is az, hogy a feltárásos műtétek helyett a minimál invazív technikák kerültek el előtérbe, és hát a minimál invazív technikáknak a csúcs része jelenleg ugye ez a robotsebészet. Vasárnapi napon befeküdtem, hétfőn operált professzor úr, és mondta, hogy egy hétre esek ki a munkából, és ez így volt, mert azon a héten szombaton volt egy kontrollvizsgálat, és akkor hazamehettem. Tehát tulajdonképpen egy hét az operációt követő naptól tulajdonképpen fájdalommentesen lábadoztam a kórházban, olvastam, tévéztem, és aztán a szombati nap történt a újabb, mondjuk úgy, orvosi beavatkozás, amikor egy kontrollvizsgálat után otthonomba engedtek panaszmentesen, és lekopogjam, és megköszönöm a professzor úrnak, itt vagyok, és jól vagyok, köszönöm. A da Vinci sebészet bevezetése Magyarországon egy alapvető siker a betegeknek, aki ehhez a műtéthez hozzájött, bizonyosan jobban jár, mint bármilyen egyéb technológiával. Nem csak azok a betegek érdeklődnek, akiket végül ezzel az eszközzel meg lehet operálni, hanem önmagában a betegek érdeklődését ez felkelti. Beszéltünk a robot technológiáról, ennek én utána néztem, akkor még nem gondoltam, hogy ez mennyivel másabb, mint azok a barátnőim. Sajnos nagyon sok ismerősöm van, aki ilyen műtéten esett, tehát is végigkísértem a felépülésüket, és valóban 6-8 hétig ők nem tudnak fölkelni az ágyból, vagy nagyon nehezen mozognak. Ezzel ellentétben én szerdán volt a műtétem, egy szerdai napon, július 6-án, péntek reggel hazamentem. Hétfőn én már home office-ban dolgoztam az asztalom mellől otthon. Kezdtünk, dolgoztunk, odáig elértünk, hogy tudunk robotsebészetet végezni a nőgyógyászati daganatos betegeknek. Igazából ő volt a példamutatója, ez radikális, nagy nehéz műtétet kapott, két nap után otthon volt, és ötödik nap elment dolgozni. 4 hét múlva elutaztam nyaralni a Balatonra, nem mentem el az országból nyilván, de én vezettem a M7-es autópályán, és ami a legfontosabb, hogy minden biológiai funkcióm ugyanúgy működött. Egy zárt rendszerben, egy zárt konzolban ül egy sebész, aki utasításokat ad egy robotnak. A robotnak 4 karja van, ez rácsatolható, rádokkolható a betegnek a testére, és tulajdonképpen minimális bemetszéseken keresztül vezetnek be a sebészek olyan műszereket, amik artikulálhatóak, tehát az emberi csuklónak a mozgásait és a mozgásnak a többszörös artikulálására képesek. Robot műtét tulajdonképpen úgy kellene tekinteni, mintha egy előrelépés. Ez egy új lehetőség. Mi nagyon akartunk ezt a módszert, és ha valaki szereti, és akar valamit, megpróbálja elérni a maximumot. Mi mindent beletettünk, amit tudunk, tehetünk. Időt, energia, gyakorlás, olvasás, videó, nézéseket. Most már elértünk ezt a szintet, hogyha elkezdtünk ezt a módszert saját tapasztalataink alapján fejleszteni is.
Maga a sebészkonzol az egy 3D-s konzol, nagy felbontású, minimálisan 10-szeres nagyítással rendelkezik, tehát a sebész úgy érzi magát, mintha benne lenne az embernek a hasába, olyan vizualizációt, olyan anatómiai rétegeket képes megtalálni, amivel óriási precizitásra és stabilitásra képes. Az első műtét az február 1-én történt, egy robotsebészeti prostatektómia volt, meghatározó volt, mert ez volt az első olyan műtét, amit Tenke Péter professzor úr egyedül végzett, ahhoz képest sem időben, sem technikában egyszer nem látszott az, hogy ez egy első műtét. Ha valaki ezt végignézte volna, akkor azt láthatta, hogy olyan mozdulatokat végzett, mint egy nagyon-nagyon gyakorlott robotsebész. Az első műtét az igen nagy várakozásokkal telt. Nagyon izgultunk, hogy mégis hogyan zajlik egy ilyen robotsebészeti műtét, mi zajlik a műtőben, kinek mi lesz a feladata, és hát őszintén megmondva, ennyi embert még soha nem láttam egy műtőben egyszerre dolgozni és mozogni. Aki élt és mozgott, mindenki ott volt. Nyilván mindenkit érdekelt ez az új sebészeti eljárás. Illetve valahogy az ember úgy érezte magát, mint egy science fictionben, ahol látjuk, hogy a robotkarok mozognak, és a sebész a konzolból operál, tehát ez valami eszméletlen élmény ezt így átélni. Amikor oda gördült a robot egyébként, és van egy tipikus mondat, amiután a robot készen áll arra, hogy a beavatkozást elvégezze, akkor elhangzik az, hogy Da Vinci is ready. És ez olyan bizsergető élmény volt, és olyan boldogság számomra, hogy ennél a pillanatnál is ott lehetek, hogy ezt természetesen magamnak is rögzítettem, és azóta is mindig örömmel gondolok vissza rá. Ugye az első évben 150 műtétet tudtunk itt is, meg a Jan Ferenc kórházba is elvégezni. Ebben az évben 400-400 műtétre lesz lehetőség. Ezt körülbelül ki is tudjuk tölteni. Most egyébként ugye a tavalyi évben a 150 műtét, és a mostani finanszírozási évben, ami ugye novemberben kezdődik, most már átléptük a 200-at. Tehát valószínűleg át fogjuk lépni erre az évre vonatkoztatva a 400-as számot. Egyébként az egész országban most történt meg az ezredik műtét. Ez nem csak nekünk, hanem mindkét intézménynek hatalmas nagy mérföldkő, és nem csak a két intézet életében mérföldkő, hanem az egész magyar egészségügy életében ez egy hatalmas nagy mérföldkő. Az összes beteg, akit operáltunk, azoknál szövődmény, mind a műtét alatt szövődmény nem volt. Nem kellett konvertálni, nem kellett véráltömeztést adni a betegeinknek, és a későbbi szövődmények sem jelentkeztek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sikertörténet, én úgy gondolom. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.